igazságból semmit, amit mondott. Száz csalódást hozott ez a nyár. Tegyük hát a szerelmünkre pontot, mert a szíve hideg, mint a jég. Magával nem lehetek boldog, ne is várjunk, este már. Énekes, színpadi műsorral lepte meg társait a Tolnai Nyugdíjas Szabadidőklub egyik tagja a Mözsi Művelődési Házban. Ugyanis itt ünnepelte meg alakulásának 35. évfordulóját az Egyesület. Senki sem olyan gazdag, hogy nélkülözni tudná, és senki sem olyan szegény, hogy meg ne érdemelni. Az igaz barátság látható jelet, kincsd be a világot egészen vele. Mosolyod, nyugalom és megfáradott. Bátorság a csüggedőknek, vigasztalás a szomorkodónak. Már régóta hagyomány a Szabadidőklubban, hogy ilyen formában ünneplik meg az évfordulókat. Ez szokás nálunk, hogy 5 évente ezt megtartjuk, és akkor meghívjuk a régi olyan tagjainkat, akik még élnek. Mindenki már 80-90 fölött van, már nagyon sokan sajnos nincsenek közöttünk, de még azért mindig 16-an vannak, akik el tudnak jönni. Köszönjük szépen a sok munkát, amit párod együtt végeztetek. A mai program az az emléklapoknak az átadása a jubileumra, meg a lányok azok egy virág, rózsát kapnak, a fiúk pedig egy üveg pezsgővel. Köszönjük meg azt, hogy sok éven keresztül dolgoztak a klubért. Utána pedig énekek lesznek, versek lesznek, és a fiatal fiúk a fúvos együttesből ők fognak zenélni, és a végén az egyik klubtagunk fog énekelni, Lemle Marika, ő pedig dalokat és népdalt, meg sokfélét énekel. Link Ferencné már hosszú évek óta a klubtagja. Azt mondja, nagyon szoros, a mai napig tartó barátságok alakultak ki az esztendők során. A 25-ös jubileumtól a 30-asig, és most a 35-ösig. Úgyhogy én egy régi matusálem vagyok, és hát ez a csoport, én nekem egy, hogy mondjam, szerényen, nagyon-nagyon jó érzem magam, én vagyok az elnök helyettese, és intézzük a dolgunkat, ami éppen sikerül, vagy amit éppen végbe tudunk hajtani. Ezek mind olyan régi, és ezek mind korabeli, nem is korabeliek, fiatalabbak is vannak, hát én már egy kicsit nagyon koros vagyok, és majd megtetszik látni, hogy itt mindenki mindenkivel. Szóval itt nincs kiközösítés, itt nincs olyan, hogy én vagyok, vagy a másik. Úgyhogy mi nagyon szépen meg vagyunk. És én nagyon büszke vagyok erre, mert ez a szabadidőklub, ugye ez nem is nyugdíjas, ez szabadidő, azért van itten több fiatal is, és akkor mi el vagyunk, nagyon jó, és a fiatalabbakkal is el vagyunk. A klubunk az 35 éve alakult, az előző vezető az 27 évig vezette, én pedig most elmúlt már 7 éve, hogy vezetem, és hát reméljük, hogy még nagyon sokáig együtt tudunk lenni. Ez a klub, ez inkább úgy mondom, hogy most már kevesebb kirándulással, sok fürdéssel, gyógyfürdőben nagyon sokat járunk, és nagyon szeretnek táncolni, és így havonta egyszer olyan rendezvény van, mint ami a mostani is, csak kisebb volumenben, hogy táncos est, tehát élő zenével táncos est. Az Egyesületnek jelenleg 51 tagja van. Elég sokan lemorzsolódtak sajnos, akik idősebbek, mert félnek ugye ettől a betegségtől, és nem jöttek most vissza, de reméljük, hogy ha egy kicsit lazul ez, akkor vissza fognak jönni. Legközelebb akkor már csak ilyen a megemlékezés lesz a halottainkról, és akkor utána majd novemberben lesz rendes bálunk, ahol ünnepelünk egy 80 évest, aki végre egy férfi, és akkor őtet ünnepeljük meg. Szerintem itt nagyon sok 10 éves barátságok alakultak. Hát úgy is van, hogyha körülnéznek, akkor látszik, hogy asztalonként vannak baráti csoportok,
és úgy mindenki mindenkivel jóban van, beszélget, meg táncol, de azért a baráti csoportok azok megvannak.